Győri Gábor szekszárdi gyerekorvos még tavaly évvégén mutatta meg az influenza elleni három komponensű oltóanyagot. Jelenleg csak ez a típus érhető el Magyarországon, a négy komponensű oltóanyag ugyanis januárra elfogyott a nagy igény miatt. Németh Lidia, Tolna megyei tiszti főorvos azt mondja, nincs ok aggodalomra, mivel idén az A vírustörzs okoz megbetegedést, amit mindkét típusú oltást tartalmaz. Jelenleg egyébként még be lehet oltatni magunkat, a járvány kellős közepén tartunk, mutatja a friss adatokat a Tolna megyei tiszti főorvos. 500-100 000 fölött. Ezzel az arányjal vezetjük az országos listát, itt nőtt a legnagyobb mértékben az influenzások száma. Összesen a figyelőszolgálatban 281-en fordultak az elmúlt héten orvoshoz, és ez azt jelenti, hogy 100 000 lakosra több mint 500 influenzaszerű megbetegedés jut. A megbetegedések miatt több fővárosi és vidéki kórházban rendeltek el teljes vagy részleges látogatási tilalmat. Tolna megyében a Bonyhádi kórházban és a szekszárdi Balassa János kórházban is teljes látogatási tilalomról döntött a kórház vezetése. A jelentő felületen kapott adatokból az volt látható, hogy Tolna megyében második hétről a harmadik hétre vonatkozó adatokban ötszörösre emelkedtek a influenza előfordulási mutatói a megyében. Ezért a tegnapi napon szükséges volt meghozni azt a döntést, hogy látogatási tilalmat rendeljünk el a kórházban. Tolna megyében néhány évvel ezelőtt egyébként hárman is belehaltak az influenzába.